Üdvözöljük kedves nézőinket a Kifőztes soron következő műsorán. Innen az állatpark területéről, a Bambusz étterem második szintjéről, és két kedves vendéget kell bemutatnom. Az egyik Konyári Sándor, királyi mesterszakács, akivel már főztünk, és egy új titán, ismeritek titán, ez jó vicc volt, Huszár Tibor, a Korona Hotel séfje. Most egy érdekes dolgot fogunk önöknek mutatni, ugyanis ilyet fogunk csinálni, hogy papír, szivacs, meg egyebek. Hogy mi is ez, ezt majd mindjárt kifejtjük közösen, amíg kollégák kicsit némák, vagy lámpalázasak, nem tudom, pedig olyan jó meleg fény árad itt mindenhonnan. Szóval új textúrákkal fogunk dolgozni, itt erről lenne szó. Mi is az, hogy textúra, mi is az, hogy papírt készítünk. Tudom, hogy nagyon érdekes dolog, de azért azt el lehet mondani, hogy egy-két versenyen már az idén felléptünk közösen, meg is vannak az eredmények, tanulságok. Mit is akarunk mi csinálni akkor? Kezdjük ott, hogy miért voltunk versenyen, vagy egyáltalán mire is gyakorolunk, vagy honnan is... Indul ez az egész. Az egész. Minden év, 4 évente az olimpia évébe, ugyanúgy, mint a sportolóknak, a szakácsoknak is van egy olimpiája. Így van, és... Most pedig ez mindig Erfurt. Németországban, Erfurtban lesz megrendezve, és jött az elvetemült ötletünk, hogy megméretik magunkat rajta. Én 2000-ben voltam kint, akkor egy bronzérmet hoztam. Igaz, hogy más kategóriában, artisztikában, de most úgy gondoltam, hogy 16 év után meg kéne nézni, hogy mire vagyok még képes, hogy egyáltalán miről szól a világ, vagy hol tartunk, hogy lépést tudunk tartani ezekkel az egészekkel. És erre építve az egész, indult el ez a... Így jött ez a... Ez a hármas szakács. Szerintem város egyik legelvetemültek, Három legőrült. De még van belőlük egy-kettő, de igen, de hát ők most dolgoznak máshol. És akkor? És már túl vagyunk két darab edzésen, ami az országban a tatai és a szolnoki versenyeken mérettük meg magunkat. És most ezek a főzések és az egy-két alkalom arról fog szólni, hogy mi ezt gyakorlásként próbáljuk, pedig... és akkor megmutassuk, hogy hol is van, tehát mi különbség van a sima borsos-burgonya, vagy esetleg egy burgonya papír között. Egy csillagos étterembe, vagy egy nemzetközi szinten, akármi, hogyan csinálnak burgonyát. Na, akkor kezdjünk hozzá. Első, szuvidolt kacsa. Na hát ez az első, második, harmadik, negyedik, ötödik talán jó kérdésünk. Mit is jelent az, hogy szuvidolás? Hát ugye abba a kis kellemes kis szuvidgépbe készült ez a... De meg is mutatjuk. Megmutatom. Tehát vegyük ki, bontjuk, és akkor úgy... Vákum segítségével, némi fűszer hozzáadásával, nagyon alacsony hőfokon, egy olyan másfél-két órán keresztül... úgymond melegítjük a kacsát, a levét nem fogjuk úgymond semmibe tenni, mert ha megnézzük, azért ott látszik a zsiradék mellett némi húslé is, ami szaftot, ízt biztosít a husikának. De azért kezdjünk hozzá, mert csak állunk, és így van. A szakács rosszul érzi magát a konyhán. Ha a hús már nekem jutott, akkor az övé a hús, enyém lesz a valami. Tehát én fogom csinálni azt, hogy szivacsot, nem habszivacsot fogok készíteni, hanem egész egyszerűen étkezés céljára, bár a szerkezet ugyanolyan lesz, a Tibor pedig papírt fog készíteni, nem? A4-es, bár nagyságban olyat csinálunk, amiért mi akarunk. Például Szolnokra készítettünk teából papírt. Sülteát. Na. Most egy káposztából lesz. Most ez egy káposztából, igen. Káposztának a levelét kicsit előfőztük, annak a levét fogjuk felhasználni, és hagyományos módon akár egy piskóta, tojás, itt mondjuk használjuk a tojás sárgáját és a fehérjét is. De azért beszélnek a többiek is. Tehát én már dolgozok, ti nem akartok? Én megvárom, mert mivel ez a szuvidó, tehát eznek a kacsának, hogyha olyan
kettő-kettő percet sütök egy-egy oldalán, akkor ez már tökéletes lesz, és annak a zsírjába fogom megsütni a krumplit, meg a kis laskagombát, meg ilyenek. Úgyhogy rajtatok a sor. Én akkor elkezdem a papír. Így van, Tibor. Mi is az, hogy papír? Hát egyrészt olyan vékony lesz, mint a papír. Igazából, amit ehhez fogok használni, az burgonyakeményítő. Ezt vízzel kikavarom. Ugye azt tudni kell, hogy a burgonyakeményítőt nem kell túlságosan sokáig kavarni, ugyanis teljes mértékben feloldódik. Sűrítéshez használják, illetve akár tésztaadalékhoz is. Ez az egyik része. A másik része itt már fő a papírnak a víz, az alapja. Ehhez teszek burgonya pelyhet. Tehát burgonya keményítő. Keményítővel főzve. Hát ez a piskóta ez nem lesz olyan, mint amilyet mi gondoltunk. Azért teszek bele egy kis lisztet. És ha valaki látja, azért ez egy ilyen érdekes lilás színű piskóta lesz, ami a mikróba fog elkészülni. Káposztás piskóta. Káposztás piskóta. Megvagyte. Megvagyte. Igen. Megvagyte teljes mértékben. Nincs itt gyuszi, lehet sózni. Ne felejtsük el az a sót. Bors, nem, várjál. Ne, só. Só? Nem, bors. Na, mondtam én, hogy bors, rá van, hogy bő, meg s. Én nem látom. Hogy legalább valami íz legyen a papírnak is. Így van. Azt is ízesíteni kell. Azért azt el kell mondani, hogy itt azért bármit is készítünk, nem csak látványosnak, hanem ízletesnek is lenni kell. Ugyanakkor a konyha technológiának, a legújabb konyha technológiáknak is meg kell felelni, és minél nagyobb palettáját kell bemutatni ennek. Tehát még ezelőtt kicsit szokatlan volt, ha csak azt mondom, hogy zöld borsóval. Most viszont zöldborsó variációt, ha kiírok, akkor azt jelenti, hogy azon belül 4-5-6 féle is lehet. Ez lehet felfújt papír, ropogós, millió változata lehet. Tehát nem csak a hasábburgonyára, meg a kroketre kell gondolni. Meg a burgonyapürére. Meg a burgonyapürére. Holott most a burgonyapürét, mint segédanyagot, alapanyagot fogjuk igazán használni. És ez elkészült. És az, hogy ebből tényleg szivacs legyen és könnyű legyen, ezt nekem át kell törni ezen a kis finom kis szitán. Tehát az eleje volt a kényelmesebbik oldala az egésznek. Most ezt a pici kis liszcsomót megszüntetve szépen áttörjük. Az egészet, ebből egy kellemes kis egynemű anyag lesz. És akkor ezt fogjuk beletenni akár szifonba, ezt majd úgy ott állunk már, akkor előveszem és azt is elmagyarázzuk. Ugye ezzel a szifonnal lehet a híres hableveseket elkészíteni. De a rendszeres nézők ezt már tudják, mert ugye csináltunk már. Csináltunk, persze, mindent vele, de igen. Ez egy nitrogén-dioxidos eljárás. Te, nekünk kell lesz ennyi szivacs? Fürödni is akarunk? Vagy nem tudom. Nagy a szifon. Úgyhogy. Nagy a szifon? Persze, nagy a szifon. Egyenek az elefántok is. Jó kis káposztás. Szivacsot. Sokszor első hallása nagyon morbidnak tűnik az a elnevezés, ahogy illetik ezeket az ételeket, de most már meg is kell felelnie annak. Tehát ha egyszer azt fogják mondani, hogy szivacsot készítenek, akkor tényleg ugyanolyan habos, szivacsos állományt kell előidézni. Itt a különbség valahol a hiába egy majdnem egy piskóta tésztát készítettünk. Végül is semmi különlegesség benne, így van. De mivel át van törve, szifonba van kihabosítva, mikróba van időzőjelbe főzve, teljesen más az állaga, íze, mint hogyha betennénk a sütőbe, és akkor kisütőpóra felfutatnánk, akkor tényleg egy piskótánk lenne. Így meg egy olyan állagú káposzta ízű tésztát kapunk, mint egy szivacs. Majd ebbe hagyd kérjek már egy pici sót, majd jó, mert azt... Adom. Melyik a bors? Ez. Vagy két csavarást, és akkor én ezt fel is teszem majd a szifonba, elkészítem a varázskoktélomat. Na, még te hűsz addig? Hogy lesz papír abból a érdekes valamiből?
Na mindjárt csak el nekem. Miért arra nézsz és leszek. Mint arra én megyek. Tudtam, hogy én vagyok a hibás. Hát, tudtam, hogy én vagyok a hibás. Te vagy állandóan az útban. És akkor... Igen, Isi Szifon, tessék, megnézzük a... Egyik tanár úr mondta, hogy meg kell nézni rendesen a tömítést, hogy ki van-e mosva. Integet ott a másikról, esetleg megmutatnánk meg. Próbálta tekerni, mondtam, ezt nem kell tovább tekerni, drága, mert ez már nem tekeredik. Belsét meg ne tek tönkre, de hát nem tudom, ki az a tanár úr, pedig már láttuk valahol. Jaj, mondták is, valami iskolába is tanítál. Nem tudom, de jövő egy-két adás után úgyis meg fogom fejteni, hogy hogy hívják azt a tanár urat. És milyen jó kérdései vannak a szakács kollégánknak. Tőle szokták megkérdezni, hogy mennyi is 1 kiló beton? Vagy 2 kiló? Nem, 2 kiló beton. Mennyi is 2 kiló beton? Aki kitalálta, jutalomvacsorát nyerhet. Egyszer, kétszer. És akkor elővesszük a vadász töltényeket. Most már útba vagyok? Vagy te még hűtöl, drága? Nem, nekem az alap elkészült. Ezt most szilikonlapra kiszedem, és hajszál vékonyan szétkenem rajta. Így is szét lehet kenni, meg úgyis összerakom a két oldalt, vagy hogy mondták? Hogy lehet nagyon vékony ilyen hátszerű dolgokat? Két zsírpapír közé, és akkor nyújtófával elhúzom, igen, és akkor az biztos, hogy hajszál vékony. És egyenletes. De nekünk most nem az a cél, hogy egyenletes legyen, hanem hogy csak vékonyra is. Vékonyabb lesz, mint egy hajszálvékony chips. És az is egy textúra már. Mert a chips is egy textúra. Első patron megvolt. Így van, mivel borsos, akkor... Melyik a bors? Amelyik nem sós, az borsos. Beletesszük a másodikat is. És akkor most lehet lesz majd táncolni. Jó, szerintem mehet be a sütőbe, hadd süljön, és akkor... Csak arrébb állok. Hát mert megint útban vagy. Mert én vagyok az útban, én vagyok a virágok. Kertész is én vagyok. Állapban. Úgy bizony. Köszönjük. Ez hadd süljön. Süljön. Most sütjük vagy szárítjuk? Na most ez lesz a nagy kérdés. Sütjük vagy szárítjuk? Minek tettem fel, mi? Hát... Azt szárítani fogjuk, alacsony hőfokon. Így van. Sanyika, ezt meg oda beledobnám a szemetesbe, csak így tudod, ne, itt nem jó. Az ott nem jól szól. Nem biztos. Most ezt le fogom így takarni, hogy reklámfelület ne látszódjon, és ebbe a papírpohárba fogjuk majd szépen belefújni ezt a habot, és utána a hátunknál lévő mikróba 40 másodperc kikísérleteztük, 45-nél már egy kicsit érződik a kesernyis íz, de szerintem amellett a csak lyukasz ki az alját. Ki fogom lyukasztani? Persze, hát az... Hát folyjon ki belőle, persze. Mármint a gőz. Tényleg? Hát annak távoznia kell. Mármint a gőz. Nem mutatom be a reklámanyag. De a szivacs, mármint ez a hab, kényelmesen meg fog ebbe a kis pohárkába állni. Utána pedig a mikrohullám pedig csak úgymond még jobban habosítja. Mellette meg is tudunk sütni mindent, nem Sándor? Erre már nincs szükségem, se a lisztre, se a habkártyára, mert azon is el lehetett volna húzni. És erre a kis tányérkára fogunk majd tálalózni. Víz sem kell. Fokhagyma, tessék. Hát Sanyi szereti a fokhagymát, ezt látom már előre. Akkor most csináljam, vagy még ne csináljam? 2 perc, szerintem 45 másodperc. Szerintem csináljad, mert ugye amikor megsült, akkor utána... Csináljam, persze, hogy legyek jó habos. Várj, először fújok egy kicsit ide a sarokba. Megnézzük a... Ó, igen. Tehát mindenféle reklám nélkül. Hoppá, egyszer. Mehet. És itt a második káposzta szivacs. Kicsit csöpög, de hát... Kellemes, jó víz, papírtörlőt, bocsánat, keresztbe dolgozunk egymáson, de kicsi a konyha, nagy a legénység. Azt mondtuk, hogy borsos is lesz ráadásul, krumpli borsos, ezt szeretik, ez az igazi.
Ezt most elveszem innen, még jobban látszódjon a tíborc. Már csak azért is, mert ha ez meg lesz, akkor megmutatjuk az egyik kísérleti alanyunkon, hogy mégis hogy lesz szivacs ebből a majdnem piskótából. Igazán ötletet a extrém köretek elkészítéséhez tudunk így adni? Így mondhatnám? Extrém. Most ha azt mondom, hogy egy fűszeres burgonya morzsát szeretnék elkészíteni, akkor lehet, hogy veszek egy hagymás tejfölös chipset, porrázúzom, és az is egy köret. És ez most nem vicc, mert tényleg abból is el lehet készíteni egy köretet. Meg leszünk. Jó lett. Még süljön. Akkor ez 47 másodperc. Lehet kisebb a teljesítmény a mikrónak. Persze. Hát meg nem is készítettem túlságosan piskóta jellegre, tehát ennek inkább megmaradt a víz jellege ennek a tésztának. Vágjuk fel. Igen, erre szokták mondani, hogy most megsült, nem sült. Ez biztos, hogy megsült, mert ez helye közel 2 órát volt 60 Celsius fokon, de csak 60 Celsius fokon, tehát nem alatta, nem felette. Pontosan be lehet állítani azt a kis gépet, illetve nem csak ezt, ennek nagyobb változatát is használjuk. Nálad is láttam hatalmas nagy kárt, bekapcsolom, 60 fok, és szinte mindent lehet benne készíteni. És ezt most visz nélkül mondjuk, mert tényleg mindent, a vajas petrezselymes burgonyától kezdve a párolt zöldségekig mindent el lehet szuvitkádban készíteni. Hát természetesen minden zöldségnek, húsnak más-más az elkészítési ideje, ami biztosítja azt, hogy mert itt végül is ennél a sütésnél mi már csak egy külső kérget, egy szint adunk ennek az egésznek. Mutassunk már meg egy szivacsot, Tibor. Pillanat. És akkor... Hoppá! Igen, így lett szivacs. Tehát így el lehet tépni. Szerkezete pedig tényleg szivacs. A reklám megint. Belevágom róla a poharat. És ha megtetszenek nézni, a szerkezete igenis, valójában szivacs. És nem csaltunk, nem loptunk, nem tettünk semmit sehova. Az olyan, mint egy púrhab, he. Olyan, mint egy púrhab, igen. Tessék, ez lett belőle. Állaga, laza, íze. Ha, most mondhatnám, hogy szenzáció, de tényleg az. Olyan, mint a káposzta. Ilyen, mint a káposzta. Így van. No. És akkor most már megnézhetjük a burgonya papírunkat is, ami valószínűleg, hogy elkészült. Ollala. És így lesz a burgonya, pehelyből, pici só, bors és keményítőből papír. Úgy is lehetne mondani, hogy tényleg majdnem mint a chips, egy ilyen nagyon könnyű, de ugyanakkor, ha fény felé tartjuk, a burgonyának a szerkezete még látszik rajta, és akkor most már csak a tálláson, illetve a... Arrébb egy kis helyét adom nektek, és akkor megcsinálom közben a pecsenyelevet hozzá. Megtöröljük az asztalt, és akkor... Közbetállalhattok. Hattok. Adjatok egy kést! Ott hátamban van, csak nem vett ki, mert elvérzek. Tessék. Köszönjük szépen. Wow. Azt nem mondtuk, hogy azért a szuvidort kacsa az nem lesz átsütve teljesen, tehát nálunk azért a rozé, mint szín az jellemző. Tényleg annyi precíziósak leszünk. Most már csak a csipeszt ad ide, Sándor bácsi. Köszönjük szépen!
Ez a mennyiség, amit felteszünk, ez körülbelül most 4 adag. Versenyszinten. Versenyszinten, tehát tényleg. Tudom, mert Józsi bácsi úgy szereti, mikor egyszer a rántott hús és lelóg a tányérról. Hát tegyük salátásra, de hát ezt meg neki nem lehet megmagyarázni. Ez is megvan. És akkor jön az, hogy tépjeljünk ebből a kis szivacsból is egy keveset. Ja! Már csak a fokhagyma már zsünkhiezik. Igen, és szép spulta. Nagy papírral letakarjuk majd. Rárakom a mátást, és utána a papírra megcsolgatod. Megcsolgatom a... De ha a papírra rácsorgatjuk a... Elázik a papír. Egyből elázik. Tehát akár mellé, akár rá, akár elé el lehet képzelni. És tényleg csak hajszál vékony. Itt a mennyiség miatt teszünk rá csak, hogy jobban lehessen szemlélni. Illetve már, ha van ott egy kis rozmáringunk, tegyünk hozzá, vagy tegyünk hozzá egy vörös céklalevelet, és elkészült a rozé. Azaz. És meg kell szokni azt, hogy a szakácsok is most már tényleg csipesszel dolgoznak. Hát kicsit furcsa, megmondom őszintén, tehát a spic lapátkanalat lecserélni, meg a fakanalat ilyen orvosi műszerekre, igen, kicsit furcsának tűnik, de tényleg. Nos, akkor tényleg elkészült a szuvidolt kacsánk mindenféle szivacsal és papírral. Az elkészült ételhez jó étvágyat kívánunk, viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra!